nagyon sokszor eszembe jutott minden, ami a macskák próbáján történt, ami a macskák előkészületében, ami utána történt. És eszembe jutottak azok a varázslatos, nagy tehetségű kollégák, színészek, táncosok, énekesek, akik ebbe benne voltak, mindenki életének egy darabkája benne van a macskák. Negyven éve kezdtem a Madár Színház, és 40 éve kezdtem én. Mert már nagyon kevesen vagyunk azok közül, akik 40 évvel ezelőtt is itt voltunk. Ennél nagyobb csoda egy színész életében, hogy én 30 évig játszottam ezt az előadást, pontosan 1213 előadást játszottam belőle, az 1500-ból, és két szerepet. Én csak 28 évről tudok beszámolni. Hát először is nekem egy nagy barátság és egy nagy ajándék Seregi személyében. Rengeteget kaptam tőle, és hogyha visszagondolok arra az első pillanatra, amikor ő először megnézett engem az Öreg Macskában, sok-sok évvel ezelőtt, amikor én még azt hiszem olyan 32 éves lehettem. Kérdeztem, hogy na de én hogy fogom eljátszani az Öreg Macskát, hiszen Hamman Péter örökébe lépni, illetve Dunai Tamással felváltva játszani ezt a szerepet. Ehhez én nem vagyok túl fiatal, kérdeztem Seregitől, és akkor azt mondták, hogy nem. Azért van a smink és a ceruza, hogy azt, amit te tudsz, azt egy kicsit megöregítve odaadjuk a nézőknek. Laci elutazott külföldre, és az én bemutatómat nem is látta, hanem később, amikor visszajött, akkor mondta, hogy a minőségi pecsétet rád nyomom, mehet. A macskák nekem régen és most is mindig ugyanaz a szívszerelmem, mert én 85 óta dolgozom a macskákban, és három szerepet is játszottam, már a Kasszandrát, a Lengelingélát, és most már a Grizabellát, de megöregettem is, most már ezt játszom, és nagyon szeretem, és nagyon boldog vagyok, és ez ugyanolyan, mint régen volt, sőt, szerintem az emberben a lelkesedés az egyre jobban fokozódik, mert gyönyörű a darab, és nagyon szeretjük. Mikor elindult a macskák, akkor még egy zenei alapra énekeltek az énekesek, akkor abban az időben ez csodálatos volt, volt is egy ilyen macskák kazettám, nagyon sokunknak volt, de most már élő zenekar játszik, külső kórus támasztja alá a szólamokat, ez egy nagyon nehéz zene. Olyan kedves kis gyerekzenének tűnik, pedig nagyon különleges harmóniák vannak benne. Hát, hogy mi a titok, az szerintem megfogalmazhatatlan. Ugye van egy előadás, és van egy zene, van egy történet, ami működőképes, és szerintem a szereplőktől tud nagyon működni ez a dolog. Ugye nekem még volt szerencsém akkor beszállni ebbe az előadásba annak idején 2007-ben, amikor óriási ikonok voltak még mellettem a színpadon. Gondolok itt a Hauman Péterre, Dunai Tamásra, Hűvös Völgyi Ildikóra, akikkel együtt játszhattam még. Úgyhogy szerintem a személyiségektől, az ikonoktól, a karakterektől működik ez az előadás leginkább. Én bevallom őszintén, ezt akartam, ami történt. Az első kockától az utolsóig. Ezt nagyon gondosan kitaláltuk, hosszan-hosszan bepróbáltuk. Én azt akartam, hogy ez egy olyan nagy főhajtás a zseniknek, akik ezt létrehozták, a színészeknek, akik ezt megvalósították, a Weber szellemének, ahonnan ez kipattan, és a macskák semmihez se fogható különlegességének. Csak olyan emberekkel beszélek, akik elújságolják, hogy hanyadik előadását látták a macskáknak, és megtartották a régi színházjegyet. Tehát valami, ebben a darabban van valami, semmihez se hasonlít. Nem csak azért volt különleges ez a jubileum, mert együtt lehetünk a színpadon, hanem a színpad mögött, a kulisszákban együtt lehetünk, és látom, hogy megörülnek egymásnak az idősebbek, ahogy megölelik egymást. Rég nem találkoztunk, felemlegetik a régi emlékeket, felemregetik a régi történéseket, és ez olyan jó volt hallgatni már őket. És én örökre hálás leszek ezért, mert ez egy színházművészeti pillanat, ilyen nem hogy külföldön, de itthon sincs, hogy ilyen hosszú éven keresztül valami ekkora siker legyen.
amikor 83-ban még főiskolásként bejöttünk a galériára, és akkor onnan néztük a próbát, és láttam Péternek az öreg macska jelenetét, a színházi macskát. Az olyan erősen beleégett a retinámba, hogy amikor én elkezdtem próbálni 7 évvel később ezt a szerepet, akkor engem csak emlékeztetni kellett egy-két apró momentumra. A vasmacska fantomja, én, mikor még? 40 éve ez az előadás mindig úgy ér véget, hogy a tapsrend egy bizonyos pontján szétnyílik a társulat, és ott áll a Haumann Péter, csendbe előre jön, és elénekli oda. És úgy éreztem, hogy ez valahogy ez túl fájdalmas lenne, ha ez nem így történt. És ezen nagyon sokat dolgoztunk és gondolkoztunk, hogy a magunk színházi eszközeivel hogy fogjunk ki a halálat. És akkor is, legyen itt ma is a Péter, és itt voltunk.